Az a pályakezdő, akinek albérletet kell fizetni, aki most kezdeni az életét, az abból a 150 ezer forintos nettóból baromira nehezen jön ki. És értük sztrájkolunk elsősorban, meg azokért a jövő generációért, aki nem választja ezt a pályát, mert hiszen azt látja, hogy ebből nem lehet megélni. Én azért sztrájkolok konkrétan, mert elegem van abból, hogy már több mint 10 éve 33-35 órát tanítok egy héten. De ugyanígy kapcsolható a munkaterhelés, tehát például az, hogy jelenleg rengeteget helyettesítünk, ugye a Covid járvány miatt, amik nyilván nem kerülnek kifizetésre ezek a túlórák. Nagy változás volt a tankönyveknél, hogy leredukálták arra az 1-2-re, ami megrendelhető és gyakorlatilag használhatatlanok, szinte mind. Motiválatlanak a gyerekek, mert rossz a tananyag, ezért motiválatlanok lesznek a tanárok, mert nincsen gyerek, akinek elnyerik az érdeklődését. Ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, és végül ott végzünk, hogy senkinek nincs életkedve, aki iskolába jár. Nem lehet addig igazán jó és minőségi munkát végezni, amíg ezeket a dolgokat nem rendezik megnyugtatóan. Tehát amikor a tanárok nagy részének azzal kell foglalkoznia, hogy hónap végén mit vehet meg, mit nem, ki tudja fizetni az albérletét vagy sem, akkor nem lehet elvárni tőle minőségi munkát. Trájkoltunk 2016-ban is, akkor is nagyon sokan voltunk kockásinkben. Nem voltak ilyen megfélemlítési akciók. Tehát akkor ugye másfél óra alatt sikerült aláírni a még elégséges szolgáltatásról a megállapodást. És ami pedig most itt a hétvégén folyt, hát ez egyszerűen gyomorforgató, amit itt végig zongoráztak, hogy ennek következményei lesznek. Hát legyen, hát annak is lesz következménye, hogy páros lábbal tiporják a jogot. Hallottam olyan iskoláról, ahol az igazgatónő elbocsájtással fenyegetett kollégákat, akik sztrájkolni mernek, tehát sajnos ilyen hírek vannak. Hétvégén folyamatosan jöttek a telefonhívások hozzám is, különös tekintettel a kis településekről, ott jobban félnek az emberek, hiszen sokkal kevesebb a munkalehetőség. Nagyon sokan féltek attól, hogy esetleg az lesz a retorzió, hogy eltávolítják őket a munkahelyükről, vagy átküldik őket egy másik intézménybe, és így aztán nagyon sokan vissza is léptek. Ne higgyenek a megfélemlítésnek, és ha sokan vagyunk, akkor sikeresek leszünk. Nem arról kell most már beszélni, hogy nem sokára összeomlik az iskolarendszer, hanem hogy most már összeomlott. És ilyen romok között próbáljuk, akik még bent vagyunk, valahogy fenntartani a működést. Engem azt keserít el végtelenül, hogy egy alapvetően munkafeltételekkel, munkabérrel, munkaterheléssel összekapcsolódó mozgalmat a politikai küzdelem egybites üzeneteivel írnak le, és nagyon jó lenne, hogyha ez megváltozna, és elkezdenénk tényleg az oktatás helyzetéről beszélni. Azt gondolom, hogy úgy tudok a rendszer ellen harcolni, hogy benne maradok a rendszerben, és az óráimat színesítem, és próbálom úgy tanítani a gyerekeknek az anyagot, hogy legalább az én osztályomnak legyen jó. Gondoltál-e arra, hogy itt hagyd a tanári pályát? Hát voltak már időszakok itt az elmúlt 10 év folyamán, amikor úgy éreztem, hogy na most eljött a vég, és most már fölállok, és itt hagyom. Én hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolkoztam el rajta. Én is gondoltam. Én szeretem a munkámat, én úgy érzem, hogy jól is végzem a munkámat, legalábbis ilyen visszajelzéseim vannak, és az a célom, hogy azt a néhány évtizedet, amit még ezzel tölthetek, azt ezzel is töltsem. Még nagyon-nagyon lelkes vagyok, így pályakezdőként, úgyhogy még nem érzem azt, hogy ne ezt a munkát csinálnám életem végéig. Szeretném magamat nem szemen köpni, és az utókort nem szemen köpni azzal, hogy elhagyom a süllyedő hajót. Olyan nagyon-nagyon sok illúzióm nincs. Örülnék, hogyha most hirtelen nincs változás, akkor a márciusi határozatlan idejű sztrájk is létrejöhetne. Bízom benne, hogy a kormány egy picikét elgondolkodik azon, hogy milyen ajánlatokat tesz. Tehát, hogy ezek, amiket eddig felajánlottak a tárgyalások során, ezek nevetségesek. Egy 10%-os bérpótlék emelés is vicces lenne, meg az egyszeri kafetéria 200 ezer forint, hát igazából az nem fogja kihúzni azokat a pedagógusokat a bajból, akik gyakorlatilag egyik napról a másikra élnek. Azért mentem egyetemre, hogy egyszer pedagógus lehessek, és hogy ez nem nagyon tudom elképzelni magamat másféle pozícióban.